Vendégem Gombkötő Péter, a BNP természetmegelőzési osztályának zoológiai szakreferense, akivel a Magyarországon élő vadállatokról fogunk beszélni, pontosabban akik hazánkba keverednek. Szia, üdvözöllek a műsorban! Mi a helyzet a májusban, ha jól tudom, akkor májusban jött be hazánkba egy Ivó nevű barna medve vele. Mi a helyzet azóta? Tudunk róla infót? Hát Ivónak a története igazából Lengyelországba kezdődött. Lelátogatott Szlovákián keresztül ugye Magyarországra, ezt a történetet tudjuk. És ma már, ahogy én tudom a projektvezetőtől, mert egy nemzetközi projektnek a keretébe került egy nyakörv rá, amiben egy rádióadó működik, Ukrajna területén tartózkodik most már Ivó. És jelenleg hazánkban hány olyan vadállat van, aki valamilyen más országból, más területről jött ide hozzánk? Van erre pontos adat? Tudjuk ezt hát pontosan? Így pontos adatot erre vonatkozóan sajnos nem tudunk mondani. Azt biztosan tudjuk, hogy néhány medve nagy valószínűséggel tartózkodik az ország területén. Vannak bizonyítottan farkasok, amik nagy valószínűséggel szintén Lengyelország vagy Szlovákia területéről jöttek az országba, illetve hasonló nagy ragadozó a hiúz is ezekhez az állatokhoz. Hiúzból is van pár példány az ország területén, ami Szlovákiából vagy akár északabbról jött hozzánk. Mi lehet ennek az oka, hogy viszonylag gyakran átvándorolnak hozzánk ezek a vadállatok? Hát nyilván egy olyan fajta jelenség van az egész hátterében, hogy mivel közösségi, jelentőségi fajok jó részt ezek, így próbálják azok az országok is, akik ugye az Unió tagjai, tehát Lengyelország is, Szlovákia is próbálja ezeket az állományokat megőrizni, és nyilván azokat a őket veszélyeztető tényezőket, akár az illegális vadászatra gondolok, akár az élőhelyeknek a beszűkülése, csökkenése, ezeket a jelenségeket próbálják kontrollálni, és nyilván a pozitív intézkedések hatására egyrészt megjelennek ezek az állatok, illetve vannak olyan negatív tényezők is, amik abba az irányba hatnak, hogy néha ezek az állatok a természetes élőhelyiket elhagyják, és ennek következményeként megjelennek akár nálunk is. Mi lehet ennek az oka, hogy egyre csökken ezeknek az állatoknak az élőhelye? Ugye ez egy nagyon fontos és egy nagyon komoly probléma. Hát sajnálatos módon ugye ezek a jelenségek az embernek a tevékenységéhez köthetők. Itt a különböző erdőterületeken folyó építkezések, autópályáknak a létrehozása, ami elvághatja az egyes populációkat, állományokat egymástól. A legelő területeknek például a növekedése helyenként, ugye, ami elveszi a természetes élőhelyeket ezekről az állatokat például. A természetvédelem, illetve a gazdák hogyan reagálnak ezeknek az állatoknak a megjelenésére? Hát többféle szempontból érdemes megközelíteni. Ugye egyrészt vannak olyan hiedelmek, hogy ezek az állatok egyértelműen csak a házi állatokat fogyasztják, ugye ez nem igaz, tehát jó részt azokra a táplálékállatokra építenek, hogyha a táplálékbázis nézzük ezeknél az állatoknál, amik a természetben előfordulnak. Ráadásul nem csupán nagy testű patásokat fogyasztanak ezek az állatok, hanem például a farkas az akár a csigától fölfele menő állatokig, tehát gyakorlatilag a kisemlősökig, a egérig mindent összeszed, ami gyakorlatilag az ő zsákmánya lehet, és nyilván természetesen megjelennek azok a vadon élő patásállatok is a zsákmányolási listán, ami természetesen fogyasztanak. Most térjünk át kicsit az illusztrációkra, amiket hoztál nekünk, plakátokkal, illetve egy medve talpának a nyomával is készültél, és hát ugye muszáj megemlíteni ezt a medveszőrt is. Ezekről kérlek beszélj nekünk. A plakátokon mit láthatunk, mire hívják fel a figyelmet? Hát a plakátokat, ezeket a plakátokat az idén készítette a igazgatóságunk. Hát ugye a megjelenő medvékre való figyelmeztetés mind az erdőjáróknak, a helyi lakosoknak, a gazdálkodóknak olyan információkat tartalmaz, ami az ő tevékenységükhöz, vagy bármiféle olyan elsődleges információhoz, amire nekik szükségük lehet a medvével, például medvével kapcsolatban. Ezek megtalálhatók ezeken a plakátokon, illetve van egy ilyen rövidített... Annyit még mondjuk el, igen, hogy ezek a plakátok hova kerülnek ki? Hát ezeket a nagyméretű plakátokat, amik a lakosoknak, gazdálkodóknak szólnak, ezeket mi elsősorban az önkormányzatoknál, hirdetőtáblán, különböző intézményeknél függesztettük ki, ugye viszonylag nagy számban jelennek meg emberek, és akkor ezeket az információkat megtalálják.
Ez a másik plakát, ez egy kicsit talán rövidítettebb verzió, egy olyan kivitelbe készült, ami a turistautak mellé kifüggeszthető. Nyilván az erdőjáróknak jó, hogyha tudatában vannak egyes helyeken, hogy akár medvével is találkozhatnak esetleg, és a legfontosabb információk rajta vannak, amit a medvével kapcsolatban tudni kell. És mit kell tudnunk erről a lábnyomról? Ki ez a lábnyom? Hát ez egy most már igazán idősnek számító gipszminta. Ez még 2008-ban a Bükki Nemzeti Park területén, Cserépfalu közelébe lett kiöntve egy sáros felületből, ahol a medve több hónapon keresztül tartózkodott. Ez a talpnyom, ez mennyi idős medvének a talpnyoma? Még egyszer légy? Mennyi idős medvének a hát talpnyoma? Ez egy fiatal állatnak a lábnyoma, 2 évesnél nem hiszem, hogy sokkal idősebb lenne. Nyilván már elvált az édesanyjától, mivel a bocsok sokáig, tehát másfél-2,5 évig a anyamedvével vannak, és ez az állat már önállóan mozgott a terepen, vélhetően a 2 évet betöltötte már. És akkor beszéljünk most a szőről, így végezetül, róla mit kell tudni? Hát ez a prém, ez egy sajnálatos esetnek a következménye. A tavalyi évben, májusban lőtték illegálisan ezt a fiatal medvét. Hát amit meg tudtunk menteni belőle, hogyha már az élő állatot nem is, de legalább ezt a prémet, illetve a kiállításunkban van egy koponya is, ami dokumentálja ezt a az is szintén ennek a példánynak. Így van, természetesen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor várjuk a fejleményeket vadállatügyben. Igazán, és én köszönöm a meghívást.